A találkozó elején házi gazdaként dr. Magóné Tóth Gyöngyi mutatta be a jelölt társakat, ketten internetes bejelentkezéssel csatlakoztak az eseményhez. A sajtótájékoztató első részét a fenyegető klímakatasztrófának szentelték, a jelöltek aláírásukkal is csatlakoztak a Greenpeace nevű NGO klímaválasztás című, a fő feladatokat és célokat 7 pontban összefoglaló nyilatkozathoz. De előbb a közös környezetvédelmi programról Kiszenicei Kálmán mondott néhány gondolatot. Kiemelném azt, hogy az új kormány, amely április 3-a után megalakul, visszaadná a környezetvédelem, a természetvédelem rangját a kormányzati struktúrában, önálló természetvédelmi, környezetvédelmi és klímavédelmi minisztériumot hozunk létre. Ezzel is bizonyítva, hogy mennyire fontos és kiemelt szakterületnek tekintjük ezt. Az alapvető természeti erőforrások védelméről van szó, például a termőföldet kell kiemelni, amely a mezőgazdaság és a vidék megmaradása szempontjából is nagyon fontos. Itt technológiai értelemben is előre kell lépni, és a talaj termőképességét, vízmegtartó képességét előnyben részesítő és biztosító technológiákat kell szorgalmazni. Szintén hangsúlyos pontja a közös programnak a Bács-Kiskun megyei útépítési stratégiájuk, amelynek a kulcsa az M9-es autópálya megépítése, melyet ígéretük szerint megválasztásuk esetén kormányprogrammá emelnek, de a hozzá kapcsolódó alsóbbrendű utak és belterületi utak fejlesztése is fontos cél, amelyet a térség fejlődéséhez elengedhetetlen feladatként és a fiatalok elvándorlásának megakadályozására is alkalmas eszközként említett Kis László. Mi abban bízunk, hogy a itt lévő kollégákkal, jelöltekkel közösen meg tudjuk oldani, meg tudjuk terveztetni az autópálya végleges nyomvonalát, és el tudjuk érni, hogy még a következő 4 éves ciklusban az építést elkezdjük, és ezt a térséget, illetve a megyét fel tudjuk emelni. Az egész Bács megye déli része élete ezen az autópályán fog múlni, nyilván a hozzácsatlakozó kiegészítő utakkal együtt. Dr. Magóné Tóth Gyöngyi 2 szívügyét említette, amelyek közül az egyik a Solti elkerülő út, amely a Dunántúl és az Alföld összekötőjeként hatalmas forgalmat bonyolít le, és 10 éve már a kisajátítások is megtörténtek. A másik pedig az 51-es út állapota. Most megint kaptunk egy ígéretet, hogy ez tavasszal elindul. Ez talán a harmadik ígéret a harmadik választáskor. Csak bízni tudunk abban, hogy most ez talán meg is valósul. Tudjuk, hogy egy része felújításra került, de a Kalocsa-Baja közötti szakasz, illetve a Kalocsán áthaladó szakasszal sajnos nem történt semmi. Én ezt a soltiaknak megígértem. Ezt követően aláírták a programjuk megvalósítására irányuló kötelezettségvállalásukat, majd Magóné Tóth Gyöngyi a pedagógusok helyzetéről is szólt, mondván büszke a kollégáira, amiért napról napra úgynevezett gördülő sztrájkot folytatnak.